Már második hete folytatódik az a sorozatunk, amelyel igyekszünk segíteni azoknak a diákoknak, akik most fejezik be az általános iskolát, illetve természetesen szüleiknek abban, hogy megfelelő középiskolát választanak a 14-15 éves fiataloknak. Nos, a mai beszélgetésben a Cipernovszky Károly Ipari Szakközépiskola mutatkozik be önöknek, dr. Szederkényi József igazgató urat és egy negyedéves, de nem végzős diákot köszönthetek még Ackermann Ottót. Ennek a kifejezésnek, hogy ipari szakközépiskola, már elég nyomós jelentéstartalma van, mégis azért kérem, hogy avassa be a nézőket is, mit jelent pontosan ez, milyen szakcsoportokban folyik oktatás önöknél. Jó estét kívánok, köszöntöm a Pécsi Televízió nézőit. Én röviden úgy foglalhatnám össze a Cipernovszky szakközépiskolába folyó képzést, hogy olyan, mint egy műszaki gimnázium. Az első 4 év közismereti tanterve hasonló egy gimnáziuméhoz, csak a fakultációs sávot itt szakmai alapozás foglalja el. 3 szakmacsoportba folyik képzés, informatika a legdivatosabb és leginkább közkedvelt szakmacsoportunk, van elektronika, elektrotechnika szakmacsoport és a hagyományos gépészet-fémtechnika szakmacsoport. Ez azt jelenti akkor, hogy ide elsősorban azok a fiatalok jelentkezzenek, akik a reál tárgyakból erősebbek? Így van. Azoknak a fiataloknak a jelentkezését várjuk, akik szeretik a technikát, kedvelik a matematikát, fizikát és a számítástechnikát. Mi a tapasztalatuk, hogy ezeken a területeken, amikre önök szakembereket képeznek, mekkora a későbbi elhelyezkedés lehetősége? Tehát mennyire érdemes ma ezeket a szakmákat választani? Amennyire ismerjük a fejlett országok, nyugat-európai országok foglalkoztatási keresztmetszetét, és mondjuk Amerikai Egyesült Államokban a munkaképes lakosság foglalkoztatási keresztmetszetét, tudjuk, hogy a lakosok több mint 50%-a dolgozik informatika szektorban. Tehát nagy valószínűséggel a nálunk végzett fiatalok el tudnak helyezkedni mind az ipar, mind a szolgáltatás területén, vállalkozásokban, bankokban, irodaházakban és a többi. Mielőtt a képzés további területeit érintenénk, én Ottót szeretném kérdezni, nálatok ki döntött ezelőtt 4 évvel, hogy éppen ezt az iskolát választjátok? Hát a szüleim javasolták, hogy nézzek körül, hogy az iparban is az ilyen ehhez kapcsolódó iskolák felé milyen iskolák vannak, és válogattam, és megnéztem, hogy különböző iskolákban milyen szakok indulnak, és elég változatos kép volt az, ami hát rendelkezésre állt, és a Cipernovszkyba hát megfelelt az igényeimnek és az elvárásaimnak azok a szakok, amelyek indultak, és én 2 szakot is megjelöltem, a gépészetet és az informatikát, és a gépészetre fel is vettek. Milyen tárgyakban voltál jó az általános iskolában? Mik mentek jobban? Hát nekem ment minden, szóval jó volt, a 8. bizonyítványom az kitűnő volt, de azért a matek és a fizika az ment, és kedvenc. Ott, amikor ezt a 2 szakot megjelölted, amit az imént említettél, akkor úgy körülbelül volt elképzelésed arról, hogyha elvégzed ezt az iskolát, akkor utána mit fogsz dolgozni, mit fogsz csinálni? Hát a szakok neve az nagyban sugal arra, hogy milyen területeken lehet utána elhelyezkedni, és a gépészet, hát az a gépekkel, gépszerkezetekkel és az ilyen gépekkel kapcsolatos témák és szakok, tehát sejtetést nyújtott róla. És ehhez volt kedved ezek szerint. Igen. Azért azt áruljuk el, hogy itt a 4 év végén és az érettségi sikeres letételével nem fejeződik be a képzés, hiszen további lehetőségeket kínálnak még a növendékeiknek. Így igaz. Aki érettségi vizsgára jelentkezik, csak úgy, mint egy gimnáziumban, érettségi vizsgát kell tennie magyar nyelv és irodalom történelemből, matematikából, idegen nyelvből, és kötelezően választható például a fizika, vagy például a szakmacsoportonként az elektrotechnika alapjai, vagy például a gépészeti alapismeretek.
tehát ebből lehet érettségvizsgát tenni, és utána válasz szakot, tulajdonképpen negyedikbe kell eldönteni a szakmai specialitást, hogy milyen OKI technikus szakból választ a tanulónk. Én néhányat felsorolok, amelyeket meghirdetünk minden évben. Például az informatika szakmacsoportból lehet jelentkezni műszaki számítástechnikai technikus szakra, ipari informatikai technikus szakra, ipari elektronikai technikus szakra. Az elektronika, elektrotechnika szakmacsoportból ugyanezekre a szakokra lehet jelentkezni. A gépészet fémtechnika leágazásai pedig lehetnek gépgyártás technológiai technikus, gépipari számítás technikai technikus, lehet például mehatronikai technikus, vagy pedig műszaki üzletszervező technikus. Tehát ilyen leágazások közül választhatnak a tanulók. Ez azt is jelenti, hogy ilyenkor, amikor már ezen a speciális szakképzésen vesznek részt, akkor kisebb csoportokban dolgoznak abban az egy évben? Igen, ez is megfelel a kérdésnek tulajdonképpen, ugyanis negyedik után nem kötelező az ötödik évet elvégezni. A tanítványaink szép számmal jelentkeznek felsőoktatási intézményekbe. Mivel az iskolarendszer nyílt, és minden érettségit adó középiskolából bármely felsőoktatási intézménybe lehet jelentkezni, így mennek tanítványaink igaz ritkán orvostudományi egyetemre, közgazdaságtudományi egyetemre, vagy a jogtudományi egyetemre, de azért zömébe, tehát a tanítványok 90%-a műszaki felsőoktatási intézményekbe jelentkezik, így a tanulók 30%-a körülbelül érettségi után elmegy műszaki főiskolára, műszaki egyetemekre. Most van olyan, hogy egy tanítvány sikeres felvételt nyer a felsőoktatási intézményekbe, de mégsem megy el, ott halasztást kér, visszajön és megcsinálja az ötödik évet, a szakképző évet. Vagy ha nem jelentkezik, akkor itt marad és bekapcsolódik az ötödik év elvégzésébe, és technikusi képesítő vizsgát tesz az ötödik év végén. Ott te döntöttél-e már? Maradsz-e a speciális képzésen, vagy felsőoktatási intézményben próbálkozol? Hát én mindenképpen szeretnék felsőoktatási intézménybe jelentkezni, hogy maradok-e, még eldől, de valószínű, hogy az a legcélszerűbb, hogyha az ember jelentkezik, és akkor halaszt egy évet a főiskolán, és elvégezi az ötödik évet, és akkor egy technikusi bizonyítványt szerez, mert hogyha esetleg nem sikerül a főiskola valamilyen anyagi vagy más okok miatt, akkor ez hasznos. Tudom, hogy nehezet kérdezek, mert itt ül melletted az igazgatót, de azt kaptad ettől az iskolától, amit gondoltál? Mert hogy nálad azért elég tudatos választás volt, ez úgy tűnt, ahogy elmesélted. Igen, teljes mértékben, ahogy a neve is és a szakuk is, tehát megfelelnek az elvárásoknak, úgy érzem. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk a stúdióba és tájékoztatták a Pécs TV nézőit.